Na jó reggelt, jó napot! Na jó estét, jó éjszakát! Na mindegy, már így marad. Akkor főtudom ezt is. Szóval mindenkinek kellemes hetet kívánok előre is. Íme hétfő reggel van. November 4-e. 2019-ben az első novemberi hétfő reggel. És az első novemberi vlogom. Aztán majd meglátjuk, mikor lesz legközelebbi. Mert hogy most ilyen hosszú hetek vannak, ahogy a címben is jeleztem, az azt akarja, hogy most ebben a három hétben úgy néz ki, hogy hát sűrű lesz a program. Ilyet hát már volt is, hiszen egy héten már túl vagyok. Meg egy napon már, hiszen már hétfő reggel van, és én most kezdtem. Na, de nem is az a lényeg, hanem tényleg, tehát azért vannak hosszú hetek, mert hát most túlóráznom is kell, ugyebár abból lesz a pénz, mert ha az adományokra várok, arra várhatok, ugye? Nem mintha adományokból akarnám fedezni a saját családi megélhetésemet, csak mondom. Mert persze, aki akar adakozni, az adakozhat, de most nem erről szól a történet. Szóval, hogy azért vannak rosszul lehetek, mert ugye most túlóráznom kell, illetve eleve annyi program sűrűsödött be, hogy nem nagyon van időm, nagyon úgy semmi nem, hogy forgatni, hanem úgy nagyon semmire se. Úgyhogy én nem tudom megmondani hirtelenjében, hogy milyen lesz a november, személy csak 4-e van, de az biztos, hogy ebben a következő két hétben, tehát ebben a hétben, illetve a jövő héten nagy valószínűség szerint nem nagyon lesz hát közlekedési tartalom szinte biztos, nem? Mert ahova akartam eljutni, de nem fogok eljutni sajnos. De miért nem kihagyni Istennek el, már megint. Mert ugye mondottam, volt hiába vagyok sárga kabátba, meg fényvisszaverős, meg mit tudom én. Ettől még a hülyés simán elcsap, hogyha annyi vajon. Na. Amit ti nem látok, azok a buszok a hátam mögött, amik itt érkeznek sorra. Na, a lényeg, hogy tényleg nem tudom, hogy lesz. Mert ezen a héten egyszerűen tényleg nem nagyon lesz időm arra, hogy ezeket a esetleges reggeli vlogokon kívül mást is csináljak. Jó, persze lesz majd valószínűleg egy Brexit vlog, ha nem ezen a héten, akkor jövő héten. Na de azon kívül más nem nagyon tudok kipréselni magamból időben. Úgyhogy hát sorry, aki közlekedési videót várt, annak még várnia kell egy darabig. És az is majd csak, ugye itt Warringtonon belül lesz, tehát jelen pillanatban ilyen messzi távolságokra, vagy közeli távolságokra sem nagyon jutok el, tehát ameddig a lábam elvisz, addig jutok el. Úgyhogy hát, bocsi, de ez van. Ezen nem tudok segíteni sajnos. Lehetne segíteni ugye, egy kis segítséggel, vagy egy kis plusz rásegítéssel, de hát mondom, ez nem erről szól ez a vlog. Egyrészt, másrészt meg most nem várom el senkitől, hogy hirtelen belenyúljon a pénztárcájába, aztán elkezdjen adakozni, csak azért, mert én azt mondtam. De hát nem. Még azt az egy dollárt se. Na. Úgyhogy hát ennyi. Az nagy valószínűséggel látszódik, hogy ilyen reggeli vlogok lesznek alkalmattán, de az is ilyen random. Tehát ahogy hozza az élet. Mert most már nem tervezem be. Illetve, mint mondottam, volt, majd lesz Brexit vlog is, ugye annak kapcsán, hogy bár még a Lordokháza eddig az időpontig, tehát most van november 4-e reggel, helyi hét körül, tehát eddig az időpontig még nem szavazta meg, de már elkezdődött a kampány, tehát úgy néz ki, hogy nagyon összességgel arra készülhetünk, hogy december 12-én előrehozott parlamenti választások lesznek itt Nagy-Britanniában.
amire elvileg én is jogosult vagyok, mármint szavazni. Bár gyakorlatilag még nem tudom, mert a helyhatósági választások, tehát az önkormányzati választásokon lett volna elvileg esélyem, csak akkor még nem tudtam elmenni szavazni. Hogy a nagy választáson mennyi esélyem van, mivel nem vagyok brit állampolgár, ugye? De több mint 3 éve itt élek, tehát talán gyűjt a szép, ami ott. Ez egy vonat, ami mellettem húzott el. Hát jó, nem közvetlen mellettem, mert ugye megpróbáltam milyen úgy fordulni, hogy látszó, hogy jön ott a távolban, tehát ez itt a parkoló, az az a parkoló, és akkor ott, hát nem, odébb megyek. Odébb megyek, mert onnan jobban látszódik talán. Jobban látszódnak ezek a új építésű társasházak. Ilyen, olyan, mint a lakótelep, de nem az. Inkább lakópark, mert nem mondanám. Hát legalább olyan egyformák, mint a lakótelepi házak. Na, szóval, azt mondja, hogy belőlem a... Igen, tehát ott a hátam mögött, ott vannak ezek a új építésű társasházak, és amellett van egy viadukt, amint ágódoznak a vonatok, ugye, mert itt van pár lépésre a Wellington Central vasútállomás. Meg nem is ez a lényeg, csak azért mondtam, mert hogyha behaladszódott valami nagy zörej a háttérbe, akkor az azért van, mert az a vonat volt, és ugye messze van tőlem, látszólag, mert hát egy olyan 200 méter legalább, de ami a hangosra jött, tehát ez valószínűleg ez a még a régi típusú dízel mozdonyos ilyen pillangóajtós, majd elmondom egyszer, hogy miért pillangóajtós, amiket most fognak majd lecserélni, és hát folyamatában cserélik le őket, mert ha jól tudom, akkor szeptember óta vannak a... Aztán szeptemberben mikor volt? Igen, én ugye emlékszem, hogy szeptember óta vannak ezek az új típusú vonatok állományban, ami egyébként a Bölcsúri filmemben is látszódik, és folyamatosan cserélik a régi kocsikat, a régi vasúti szerelvényeket, folyamatosan cserélik ezekre az újakra, amik már olyan viper szuper modernek, hogy hűha, már magától nyílik az ajtó, ami nem a, tehát természetesen nem egy nagy kunsz, hogy magától nyílik az ajtó, hanem a vagon ajtó. Tehát ahogy a vagonba belépsz, az az ajtó, az elválasztó ajtó. Ugye ingyen wifi van rajta, meg töltési lehetőség, már mint egy telefon, meg laptop, tehát bármilyen vezeték, meg USB portos töltési lehetőség is van. Tehát minden csili-vili, tupti-frutti, hiper-szuper rajta, ilyen modern követelményeknek megfelel. Kicsit a flört lehajaz, de hát ez nem egészen, hiszen nem ugyanaz a, nem teljesen ugyanaz a kategória. De ha össze akarnám hasonlítani, akkor azt mondanám, hogy leginkább a flört lehajaz, ez az új típusú vonat. Na, visszatérve az eredeti nyomvonalra. Szóval, hogy a Lódogháza még nem szavazta meg, de hát úgy néz ki, hogy december 12-én lesz ezzel az ott parlamenti választás. Hát aztán ugye most a Brexit elmaradt, ma megint, október 31-én, utolsó pillanatban. És akkor most arra várunk, hogy az december 12-i szavazás alapján kinyeri meg a lehetőséget, hogy aztán majd a január 31-i, a mostani határidő ugye január 31, tehát ezt a január 31-i határidőt majd megmódosíthatta, tehát megint könyörökesen Brüsszelben, hogy jaj, módosítsák már meg, mert még mindig nem tudtunk megállapodni. Akarjuk is, meg nem is a Brexitet. Ugye, ez a hely benne, hogy mindenki akarja, hogy hűhes Brexitet, Angol parlament, vagy a brit parlamentben. Mindenki máshogy akarja, és azért, ugye, most
nem tudta keresztül vinni a számítását a Bocsó? Holland Boris? Vagy Boris Johnson miniszterelnök úr? Vatás? Ezért valahogy kibulisztó, hogy előre hozott választások legyenek, amit azért nem értek, mert ugye az alsóház szavazta meg, de úgy, hogy előtte való nap még nem szavazták meg. Tehát én nem tudom, hogy mire kényszerítették rá őket, hogy egy nap alatt ennyire megváltoztassák a döntésüket, tehát ezt legyenek egy szárnyazókos fordulatot. Na mindegy, hát a lényeg, de tegyük azt, hát nagy valószínűség a Lordokháza megszavazza, és ha a Lordokháza megszavazza, akkor a királynő is aláírja, és onnantól kezdve két hónaptól teljes mértékben hivatalos lesz, hogy akkor december 12-én választások lesznek, két héttel karácsony előtt. De röhely, tehát ez, egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ki lesz az a barom, aki azt mondja, hogy jó, igen, december 12-e, még pont jó, le van szarva, hogy két hét múlva karácsony van, elmegyek szavazni, kész. Ma pedig lesz ilyen barom, aki örül ennek. Na mindegy, hát ez az ő baja. Az én bajom az az, hogy jelen pillanatban ott tartunk, hogy mondom. Ezen a héten nem nagyon, tehát ilyen egész vlog. Aztán Brexit vlog talán a héten, ha nem, akkor jövő héten. Közlekedési tartalom, nem, én már nem számolok az, hogy közlekedési tartalmat fogok ebben a hónapban készíteni. Bár még minden lehetséges, ugyebár, tehát nem elképzelhetetlen, hogy eljutok a Sankey Bridges-ig, ami ugye tervezve volt, már két héttel ezelőtt is, és akkor megmutatom nektek azt a helyet, ahol 8 híd is van, és ott fut egy ma már jóformán használaton kívüli vágány is, egy vasúti vágány, egy abszolút használaton kívüli vasútállomással, illetve vasúti megállóval. Na, úgyhogy ezek a tervek, majd meglátjuk, hogy mi valósul meg belőle, ugye, nem mondom, most hosszú hét van, vagy hosszú hetek vannak, tehát nehezen fogok kikecmelegni ebből az állapotból, de mindegy, hát majd valahogy túléljük. Na, hát akkor köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Akinek tetszett a videó, az nyugodtan lájkolja. Én kijövök a fényből addig. Akinek nem tetszik, az diszlájkolja. Ha csak random diszlájkolja, az se érdekel. Végül is mit bánom én. Az a lényeg, hogy nézzétek meg. A nézettség a fő, nem a lájk. Na, szóval, hogy akinek tetszik, hogy lájkolja, aki akar, és még nem iratkozott föl, az nyugodtan iratkozom föl, bátran. Nyomja meg a harangot is, hogyha értesítést akar kapni a videóimról, nem csak úgy alá túl feliratkozni. És akkor, hát ha minden igaz, akkor még a héten valamikor találkozunk. Na, jó van, hát akkor ez ennyi volt, köszönöm még egyszer, baj, everybody. Segítek, ott lesz feliratkozás valahol. Mindegy, vagy ott lent. Mindegy, megtaláljátok. Kész. Na, bye.